Kiképzési célú levegőföld éleslő gyakorlatot hajtanak végre a szolnoki helikopterbázis katonái a Bakonyban. A Kőrösegyi lőtér területe felett keringő Mi-24-es harci helikopterek kezelőszemélyzetei a forgószárnyasok 30 mm-es gépágyóival lőnek célba nappal és éjjel egyaránt. Ami most dolgozunk, az a Magyar Honvédség harchelikopter képességének a helyreállítása. Ez a helikopterek nagyjavítása után vált lehetővé, és szeptember kezdéssel fokozatosan állítottuk helyre a pilótáknak a légijártasságát először alapszintű repülési feladatokkal, majd műszerrepülési, éjszaka repülési feladatokkal, éjjel átolóra történő felkészítéssel, és most léptünk ahhoz a lépcsőhöz, ami a harci alkalmazási helyreállítást célozza, amik is az első lépcsője a 30 mm-es gépágyúval történő lövészet. A korszerűsítésen átesett Mi-24-esek eddig kiválóan szerepeltek, kezelőszemélyzeteik pedig örömmel üdvözölték újra a gépeket. Nagyon szeretjük ezt a helikoptertípust, egy nagyon megbízható típus, maximálisan alkalmas most 2019-ben is arra, amivel kitalálták. Én azt gondolom, aki ezt valaha repült ezt a típust, vagy valaha repülni fogja, mindenféle túlzás nélkül mondhatom, hogy érzelmkötődés is köt minket nem csak a szakmánkhoz, hanem a típushoz, úgyhogy összességében egy szóval nagyon jó érzés. Míg a lőgyakorlat első hetében nappali körülmények között, addig a második héten éjjel látóberendezések segítségével éjszaka hajtanak végre lövészetet a szolnoki katonák.